Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai témánk a sport, vendégem pedig András Krisztina sportközgazdász, egyetemi docens, a Sportgazdaságtani Kutatóközpont igazgatója. Szervusz, örülök, szervusz, hogy itt vagy velünk. A sport, illetve labdarúgás. Labdarúgás mégpedig azért, mert a Fradi BL-be jutásáról kell, hogy beszéljünk, aztán később persze szó kell, hogy essék az Európa-bajnoki küszöbön vagyunk már november 12-éről, azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dátum. Nos, hát még mindig nem tértünk magunkhoz, én azt hiszem, ez óriási siker, a Fradi BL-be jutása nem csak azért, mert Barcelona, Juventus, Dinamo Kijev lesz majd az ellenfél, hanem azért is, mert ez pénzügyi szempontból, és ezt vizsgáljuk először, bármennyire is ez sportsiker, elengedhetetlen, hogy essék szó arról is, hogy milyen pénzek mozognak itt, hiszen a csoportkörbe jutása ugye 6,4 millió euró, ez 2,3 milliárd forint, és további 15,25, tehát 15 millió 250 ezer euró, az 5,5 milliárd forint. Ha ezzel hozzátesszük a várható győzelem, mondjuk megverjük most a Barcelonát, az már az 2,7 millió, egy X pedig 900 ezer euró. És akkor még tegyük hozzá, hogy a UEFA rangsorban elért helyezés alapján 1,1 milliárd euró, és ebben még nincsenek benne a televíziós és marketing bevételek. De kezdjük az elején. Amikor egy csapat, tehát gazdasági szempontból felépít egy gárdát, ahogy most megtették, hiszen Hajnal Tamással az élen nagyszerű játékosokat hoztak ide, remek a vezetés, ha úgy tetszik, nagyszerű a közönség, és kell egy csapat. Hogy épül fel? Tehát hogy lehet pénzt szerezni arra, hogy gyakorlatilag egy teljes keretet kicseréljenek egy bizonyos cél, bármilyen nemes cél érdekében? Igen, tehát ugye egyrészt az érzelmi dolog, mert a futballban az a csodálatos, hogy van neki gazdasági háttere, de egyébként egy fantasztikus érzelmi dolog. Tehát amit most megélünk, azt ugye megélhettük 25 évvel ezelőtt. Érdekes, mert meg is ünnepeltük egyébként az évfordulóját, de ez a valódi ünnepet valóban ez hozza, hogy egy magyar csapat, jelesül most a Ferencváros Bajnokok Ligája csoportkörben van. Amit én nagyon fontosnak találok, mert ugye ilyenkor, mikor van egy siker, akkor ez minket érzelmileg feldob, de hogy emögött a siker mögött egy abszolút tudatos építkezés van. És ez egy nagyon fontos dolog, mert így visszanézve egy csomó dolog egy egészen más értelmet nyer. Mire gondolok, hogy a Ferencváros elindult azért úgy, ha emlékszünk, ha nem is a legelejéről, az alapítástól kezdem, hogy egy Kevin McGabe nevezett tulajdonostól vásárolta vissza, ugye különböző dolgokat kellett folyamatosan visszavásárolni, ennek egy része volt maga a létesítmény és az arra való ingatlan hasznosítás, aminek aztán a folyományaként, és ehhez nagyon fontos, hogy kellett az állam, de megépült a Groupama Arena, amiről azért kell mindenképpen szólni, mert az infrastruktúra rendben levősége, néha éreztük úgy, hogy úristen, de ez egy olyan létesítmény, amely nagyon is azt várná el, hogy ez a csapat, azon túl, hogy ez a hazai mérkőzésének a helyszíne, de ez a csapat visszatérően a nemzetközi porondon szerepeljen. Ha viszont erre gondolunk, akkor ez is egy folyamat volt, mert hogy a csapatnak meg kellett találni azt a vezetőedzőt. Ugye a megvásárlás után először felállt egy vezetői szervezet, ugye Kubatov Gábor elnök úr a teljes Ferencvárosnak az elnöke, aki bizalmat adott, és onnantól vezérigazgatója lett a labdarúgó ZRT-nek, Orosz Pál. Ennek mind jelentősége van, mert gyakorlatilag a stratégiában elindultak egy nagyon tudatos úton. Egy olyan vetületét szeretném most mondani, aminek például az a hatása, hogy a bejutás után megoldható az, hogy a Dinamo elleni mérkőzés a Groupama Arénába, de aztán a másik két mérkőzés a Puskás Arénába lehet, hiszen ehhez kellett egy nagyon komoly futballdiplomáciai háttér, hogy ezt az UEFA elfogadja. És ez a diplomáciai háttér ott elindult, amikor Orosz Pál vezérigazgató úr és maga a Ferencváros nagyon komoly energiákat fordított arra, hogy ebből a szempontból is visszakerüljön a hazai futball és a Ferencváros a nemzetközi futball vérkeringésébe,
hiszen az Európai Klubok Szervezete, az ECA, amelybe onnantól teljesen tudatosan elkezdte a klub képviselni személyesen önmagát, ami eljutott odáig, hogy vezérigazgató úr az ottani marketingbizottságnak maga a tagja, illetve nagyon-nagyon aktív résztvevője, hiszen a magyar futballról nézve nagyon sokszor inkább úgy láttuk, hogy ha valamiért lobbizni kell, akkor az az Európai Ligának a helyre kerülése, hogy ne az legyen a külső érzésünk, hogy van a Bajnokok Ligája, a vágyott nagy klubsorozat, és akkor van ez a kicsit lenézett Európa Liga. Nagyon-nagyon komoly lobby tevékenységet próbált a hazai labdarúgás és ezek a labdarúgó vezetők ezért tenni, de aztán lám látszik, hogy az Európa Liga csoportkör nagyon fontos, hogy most már, hogy az elmúlt 5 évre visszanézünk, és a hazai bajnokokra, akkor azért a csoportkörbe való jutás, arra lassan kimondhatjuk, hogy elvárható lehet, ugyanakkor meg a BL csoportkörbe jutás az meg még mindig egy fontos álom, ami most megvalósult. Tehát visszalépek, felállt és elindult egy olyan menedzsment, amelyik nagyon tudatos lépéseket tett. Sportszakmailag is ugye nagyon fontos volt megtalálni azt az edzőt, amely kialakítja azt a klubrendszert, ami nem csak az első osztályú csapat, hanem a mögötte levő utánpótlás nevelésnek is ad egy fazont. Te emlékszünk, akkor Pukner László, Nagy Tamás, Détári, és utána Ricardo Moniz, akivel már elindult egy érdekes sikerszéria, és nagyon fontos itt is, mint általában a hazai futballban, de egy olyannál, mint a Ferencváros, ahol a márkaérték, illetve a szimpatizánsok száma a friss mérések alapján, ugye 2019. februárja legfrissebb nálam tudott mérés, az több mint 2 millió szimpatizáns, ugye ami azt jelenti, hogy vagy első helyen azt mondja, hogy ő a Ferencvárosnak szurkol, vagy van egy csapat, akinek szurkol, de amikor nem az játszik, akkor a Ferencváros az, akinek még szurkolni tud, ugye azért ez egy nagyon komoly szám. De ezt a potenciált, hogy a Ferencvárosban benne van, a brandet föl lehet építeni, azt tudatosan fel kellett építeni. Ezért a legelső mérések, amit ugyanez az elnök és vezérigazgatói páros megtett, mert jól emlékszem, ez már 3.-4. ilyen márka értékkutatás, amit ők folyamatosan megnéznek, de egy jóval kisebb számról indult. Biztos, hogy nagyon fontos mércéje volt a stadion. Tehát a Ferencváros brandjének a megújításának a Grupama Aréna és az ehhez kapcsolódó szolgáltatási lehetőségek, illetve az a különleges egyediség, hogy a létesítményt egy nemzetközi sportügynökség működteti, amely nem csak üzemelteti ezt a létesítményt, hanem szerződés keretében a Ferencváros kereskedelmi jogait is birtokolja, de itt is vissza kell egy lépést tennem, hogy volt egy olyan időszak, amikor a jogok egy részét úgy kellett visszavásárolni egy korábbi tulajdonostól, Várszegi Gábortól, de ezt is Kubatov elnök úrék teljesen tudatosan visszavásárolták, hiszen a Ferencváros kereskedelmi jogai az nagyon-nagyon komoly érték lehet, hogyha valaki profin képes a gazdálkodásra. Ugye ez a Lagard nevezetű nemzetközi sportügynökség, amelyek egy hazai leányvállalattal működtette, egyébként pont most volt névváltás, és tértek vissza a német tulajdonos felé való utalásra a Sport 5 névre. Tehát egy nemzetközi ügynökség működteti a létesítményt, ami több annál, mint futballstadion. Tehát ugye egyrészt láthattuk, hogy volt olyan időszak, amikor egyrészt az otthona a Ferencvárosnak, másrészt otthont adott egészen a Puskás Aréna felépüléséig a válogatott hazai mérkőzésének, és ugye nagyon fontos, hogy a MOL Vidinek is ugye az elcsoport körbe való szereplésekor egy létesítményt adott. Ugye ez a létesítmény nagyon-nagyon sok mindenre alkalmas, és nagyon komoly bevételeket is jelent, hiszen innen kérdezted, hogy hogy lehet ezeket a bevételi alapot megteremteni arra, hogy valóban azt mondhatjuk, hogy a mögöttünk hagyott játékos igazolás, ami vegyük azért figyelembe, egy nagyon spéci játékos piac nyitvatartás volt, hiszen a COVID-19 miatt hozzá kellett nyúlni maga a játékos piac meddig tart nyitva Magyarországon és Európába, és azt is láttuk, hogy a nemzetközi futballklubok nem feltétlenül olyan költéssel tudtak igazolni. Ebben az utolsó nyitva tartott piacon is azt láttuk, hogy nagyon tudatosan igazolt, és jól igazolt, nem csak a Ferencváros, hanem ugye a MOL Fehérvár is. És ha megnézed ezeket a játékosokat, akiket ők igazoltak, akkor egy nagyon tudatosan beépített, csapatbeépített rendszer, ugye a Fradinál 28-as kerettagból 18 a külföldi labdarúgónak az aránya, aztán ebből a hazai labdarúgók, hogy végül ki van a pályán, az valóban
mindenképpen ezen 10 fő alatt van, de azok viszont olyan labdarúgók, akik a hazai válogatottban is szerepelnek. Igen. Nagyon fontos, hogy ezt mondtad, és azt a szót, ami itt meghatározza az egész építkezést, hogy tudatosan teszik. Tehát amikor Hajnal Tamást említettem, nyilván Orosz Pállal közösen, meg hát a pénztárca függvényében igazoltak játékosokat, és én azt figyeltem meg, hogy például az elmúlt hétvégén, az Európa-bajnoki selejtezők hétvégén jószerivel a Fradi fele, már mint a külföldi játékosok fele, a hazája válogatottjában szerepel, már pedig komoly válogatottak, tehát itt Zubkovtól Haratyinig nyugodtan mondhatjuk van a többieket, és a saját válogatottjaik, ugye Dibusz, Lovrencsics, Botka pedig itt szerepeltek. Tehát ez is egy óriási nagy lépcső volt. Nagyon. Tehát ugye Moniznál megálltam, ugye ott Akem halálával lett egy ilyen lelki megbicsaklása az edzőnek, illetve a csapatnak is, és váltani kellett, és ekkor követte Thomas Doll, aki, hogyha így visszanézzük, akkor az elmúlt időszaknak a leghosszabb ideig vezető edzője volt a csapatnak, úgyhogy a Doll hozta magával az utánpótlásnak is egy német rendszerét, tehát hogy nem külön állt az első csapatnak és a mögötte levő utánpótlásnak a logikája, hanem akkor egy ilyen német utánpótlás rendszer logikával mentünk. Gyakorlatilag a Thomas Dollal elérte azt a csapat, hogy a hazai bajnokságban, ugye a Kubatov elnöklése alatt megszületett az első bajnoki arany, ugye kupa győzelmek, de az látszott, hogy a nemzetközi kupába jutás, ami a csapattól már csak érzelem miatt is, illetve a felálló rendszer, illetve a stratégiai cél az a nemzetközi kupákba való bejutás, ott rendre elvérzett, és akkor ugye volt egy pont, amikor már a szurkolók is kiálltak itt a vezetőedző mögül, és az ülőúton nagyon határozott hang, amikor megjelenik az, hogy az edző elküldése, bár itt a felső vezetés végig azt képviselte, hogy ki kell állni az edző mellett, mert a nehéz helyzetből az az ember tudja kihozni a csapatot, aki része volt annak, hogy együtt jutottak, de akkor 18 nyarán végül is váltottak, és egy nagyon fontos váltás volt, hiszen egy menedzserhez fordult, Varga Sándorhoz fordult a klub elnöke, hogy szeretne egy nagyon meghatározó és továbbra is külföldi edzőt, és hát nem mondja el a menedzser úr, hogy de 3 nevet vetített elnök úr elé, és ebből választották ki azt a Serhii Rebrovot, akiről nagyon látszik, hogy milyen tudatosan és sikerre képesen rakta össze. Igen, hát össze. A játékos pályafutásán látszik egyébként, tehát aki alapember az akkori szárnyaló Dinamo Kijevben, nemrégiben ugye olvashattuk, hogy csak a Barcelonának is 3 gólt lőtt, stb. Saját bőrén tapasztalt. Így van, tehát Shevchenkoval együtt világsztárok voltak, valljuk meg, és Tottenhamben is azért folyamatosan játszott Angliában. Tehát ez egy tudatos választás volt. De nagyon fontos, amit te mondtál, hogy kell mellé mindenképpen egy olyan ikon, akit a miénknek még inkább a szurkolók is ugye a csapat részének tekintenek, és ugye erre tökéletes választás az a Hajnal Tamás páros. És akkor visszatérve még egy szempont az igazolásokra, illetve magára Rebrovra, ugye csupa olyat kell most átadni, amit ő a saját bőrén megérzett. Például csak a Mold elleni mérkőzést nézzük, akkor ugye a Ferencváros kezdő csapatából 2 olyan játékos is volt, aki hosszan játszott a norvég bajnokságba. Tehát a Moldéról és egyáltalán a norvég futballról nem az edzőnek kellett elmondani, hanem tapasztalatokkal bírt. Tehát amikor így igazolsz, akkor ugye ez is egy nagyon fontos szemszög lehet, hogy hazájának válogatottja, milyen nemzetek bajnokságában játszott, hiszen az többé-kevésbé belőhető, hogy mi, amikor a selejtezőkbe elindulunk, akkor vélhetően milyen bajnokságoknak a bajnok csapatával kell majd találkozni, hogy ez ne ismeretlen legyen, hanem szinte ismert az a játékrendszer. Illetve ne felejtsünk el még egy szemszögöt, mostanra a Ferencvárosnak a Transfermark alapján mért értéket, tehát hogyha a játékos állomány értékét nézzük, akkor ezekkel a labdarúgókkal valóban komolyabb értéket képvisel a nemzetközi porondon, bár visszatérve megint az összevetésre, ugye az 1995-ös sikerekhez, azért ott az akkori csapatnak, nem lebecsülve, de egy darab mérkőzés, ugye az Anderlecht
elleni mérkőzés már meghozta a BL csoport körbejutást. Ugye ugyanez a jelenlegi futballba, és ez köszönhetően valóban a klubcsapatok, illetve a magyar labdarúgás UEFA koefficienseinek, de gyakorlatilag 3+1 mérkőzést jelentett ez a Fradinak úgy, hogy a 4 mérkőzésből legalább 2 olyan csapat volt, ahol az előzetes esélyeket mindenképpen az ellenfél mellett tettük volna le, és ezután a sikerszérió után mondhatjuk azt, hogy van egy magyar csapat, most ez a Ferencváros a BL csoportkörben. Ugye elhalkultak azok a hangok, amelyek magyar játékosokat követelnek a BL csapatainkba, és ez köszönhetően annak, hogy bizonyítottak. Tehát Hajnal Tamás előtt le a kalappal mindenféle értelemben, és ha már itt említetted, hogy amikor a Bolit és a Güen Tokmacot, akit egyik Güennek hív, az mezén és Tokmacnak hívják. Most ugye a két norvégról beszélek. Igen. Hogy nagyon tudatos volt, és az a stratégia, amelynek mentén felépítették ezt a csapatot, hogy felesleges játékos nincsen, és mindenki bizonyított ráadásul, és minden összetételben. És ez leginkább Rebrovnak köszönhető. És nem feledhetjük el, hogy ez presztízs kérdés számára is, mert amikor arról beszélünk, hogy mennyi jut a játékosoknak adott esetben, az teljesen egyértelmű, hogy ők ezért megdolgoztak. És amikor azt olvassuk, hogy Rebrov is viszonylag kevés pénzért dolgozik hétközben, ahogy tetszik a magyar bajnokságban, viszont az a cél, ha teljesül már, mint a BL csoportkörbejutás, ami most sikerült, akkor pedig vigye, mert ez így van rendjén, és így jó. Hogyan tovább? Hiszen itt a játékosok áraival is kell foglalkoznunk, hiszen óhatatlanul is felkeltik a figyelmet. Itt amikor a beszélgetésünk elején ezt a 22 millió eurónál tartanak most. De nem lehet elfelejteni, ha jól szerepel a Fradi viszonylag, tehát 1-2x bejön, netán egy győzelem, akkor bizony a meghatározó játékosok árai a magyar viszonyokhoz képest szinte bizonyosan az egekben ülnek. És az megint csak jó a Fradinak. Itt megint nézzünk egy kicsit vissza, hogy a Ferencvárosnak a költségvetése, hogyha sok mindenben unikális a magyar bajnokságban a Ferencváros, az egyik az mindenképpen a költségvetése, ami, hogyha az elmúlt 5 évet nézzük, akkor lassan közel a duplája lesz. Tehát azt is látjuk, hogy egy 1 milliárd forintos költségvetéssel nagyon valószínűtlen, nagyon nehéz nemzetközi kupasorozatba jutni. Ugye ez most azért már 10 milliárd forint. Ha belső szerkezetét nézzük, akkor most hagyj hívjam úgy, hogy vannak az értékesítésből származó, meg vannak ezek az egyéb bevételek. De biztos, hogy nagyon meghatározó az, hogy az előző évi, hiszen az előző évben is már Európa Liga csoportkörben szerepelt a csapat, ami jóval kisebb összeg, ha leegyszerűsítem, akkor minimum egy 5-ös átváltás van a két sorozat között, de azt az összeget jól láthatóan ugye a játékos állománynak az erősítésére szánták. Most a labdarúgók szemszögéből, mert ezt kérdezed, hogyha egy olyan csapat van, ahol a csapatban és az edző személyében, és egyébként infrastruktúrálisan meg ahogyan indítottuk, gyakorlatilag nagyon régóta az infrastruktúrája van a Fradinak, ami bárhol a nyugat-európai labdarúgásban megfigyelhető, hogyha ez továbbra is minden évben ígéri azt, hogy nemzetközi szereplésre jogosult a csapat, akkor nem gondolom, hogy feszültség lenne ezekben a labdarúgókban, és nem klassz klubba Ferencváros. Sosem felejtem el, hogy a stadion megnyitóján ugye a Newcastle volt a vendége, a Chelsea volt a vendége a Ferencvárosnak, és a menedzsere osztotta meg azt a tapasztalatot. Itt majd vigyázni kell, mert ez egy nagyon jó város, és nagyon klassz az infrastruktúra, hogy tényleg a labdarúgó továbbra és a futballra figyeljen, és a figyelmét ne vigye el. Tehát azt gondolom, hogy egy nemzetközi menedzser így látja Magyarországot, a magyar labdarúgásnak a lehetőségeit, és benne most a Ferencváros lehetőségeit, akkor ez a futballisták számára vonzó lehet, továbbra is ezen fizetéssel, hogy a teljesítményhez kötötten részesülnek ezekből a árbevételekből. És akkor még nem beszéltünk a televíziós és marketing bevételekről. Ugye az egy nagyon fontos, ugye most ott tartunk, hogy azt mondják, hogy akár ezzel a
szerepléssel, ahol még ugye az, hogy hogy fog szerepelni a csapat, elmondtad, hogy a győzelmekért döntetlenért, és nagyon köszönjük, mert megszavaztad, hogy a Barcelona ellen is egy győzelmi prémium lesz a miénknek. A lényeg az, hogy ott lesz majd a teljesítmény, és akkor ott van két nagyon fontos dolog, egyrészt a televíziós közvetítések, tehát a tévés jogokból jövő bevétel, illetve ugye a mérkőzés napi bevétel, aminek ugye része a jegy és bérlet bevétel. Hát várjuk meg őszintén, hogy itt van azért egy kritikus dolog, bár pont Magyarországnak és az itt rendezett szuperkupának, a Puskás Arénában rendezett szuperkupának a következtében az UEFA precedensként látja, hogy lehet, hogy nagyon szigorú rendezési szabályok mellett, nem teljes kapacitás mellett, de esetleg nem zárt kapus, hanem nézők előtt zajló mérkőzés szisztémára lehet áttérni, és azt meg látjuk jól, ugye Ferencváros esetében most már publikusak a jegyárak, és elindult a, hát nem is jegy, hanem bérletértékesítés, hiszen itt teljesen logikus, hogy a csoportkörben gyakorlatilag három hazai mérkőzés az összefonódik, és a jegyek értékesítésénél ugye három, illetve két mérkőzésre lehet egy bérletet váltani, és ahogyan beszéltük, létesítmény tekintve viszont az az érdekes helyzet adódik, hogy lesz egy mérkőzés a Groupama Arénába, és kettő másik a Puskás Arénába, és látjuk, hogy az emberek érdeklődése jóval nagyobb annál, mint amennyit ezen visszafogott kapacitás mellett a Groupama Aréna, illetve azért hála Istennek a jóval nagyobb Puskás Aréna megenged. Tehát lehet számítani jegybevételeit, ha nagyon leegyszerűsítjük és azt mondjuk, aminek van is alapja, de azért ennél léteznek magasabb jegyárak, mondjuk egy 10 000 forintos jegyárat ad oda per mérkőzésenként, és számolunk esetleg egy nézőszámmal, akkor azért elég komoly jegyárbevétel jön ki per mérkőzés, és akkor ott van még a közvetítés jog. És ugye még egy, az UEFA koeficiens alapján, klubrangsorok alapján is oszt vissza az UEFA összeget. Azért az elmúlt éveknek köszönhetően lassan elkezdjük ezt a koeficienst kicsit jobb, mert ugye a hosszú évekig, hogy nem volt magyar klubcsapat a nemzetközi kupákban, illetve a válogatott szereplés, az ugye kicsit elerodálta ezt a koeficiens, mert közben ugye nagyon erős verseny van ezekbe a kupákba kerülésbe az európai futballba, tehát azon az ágon is egy növekvő bevételre számíthat. Nos, azt hiszem, hogy ezt megbeszéltük, természetesen várjuk ezeket a mérkőzéseket, viszont van egy mérkőzés, amit még inkább, és röviden azért kell, hogy szó essék erről is, bár lehet, hogy megrónak engem, hogy mindig a pénzről beszélünk, és a presztízs meg a maga a futball háttérbe szorul, de kell, hogy szó essék erről is. November 12-e Izland, itthon, a kijutás az csaknem 10 milliárd, vagy 10 millió euró, 3,3 milliárd forint. Sokan felkapták a fejüket, hogy ennek a harmadát az MLS a játékosok között fogja kiosztani. Ugye 38 játékos szerepelt eddig, ez nem is annyira érdekes. Viszont én azt mondom, hogy ez tökéletesen megfelel az ár-érték aránynak, tehát a teljesítmény okán. Viszont a győzelmek már, mint az EB-n, az 1,5 millió euró, a döntetlen 750, a nyolcad döntő, tovább nem megyek, a nyolcad döntőben azért reménykedem. Azok ugye az 2 millió euró, teljesen a csoportbeosztást nem nézzük. No, EB. Az EB a hozadéka annak, amit egy labdarúgás képvisel. Mi nagyon rossz csoportba kerültünk ilyen értelemben, viszont legalább itthon játszunk. Pár szót beszéljünk erről a csoportról és a várakozásról, mert én azt gondolom, hogy a Covid elmúlik, és teltház várható, abszolút teltház a Puskás Arénában, és minden ízében átérzem én is, hogy kell itt egy X vagy egy győzelem. Nem rossz ez a csoport. Én azt gondolom, hogy a sportban pont ez a jó, amikor valódi kihívások vannak. Itt is egy kicsit azt érzem, hogy ha már mi kijutunk, ami egy nagyon fontos dolog, akkor onnantól már minden perc ott ajándék perc lehet, és ugyan 2016-ban is megmutatta a válogatott, hogy lehet esélyességet latolgatni, de lám lehet az esélyességnek fittyet hányni. Ugye ez az Európa-bajnokság, ez egy különleges Európa-bajnokság az európai futballnak a történet,
történetében, mert hogy rendezésileg is Platini elnöklés alatt ez egy teljesen tudatos, itt ugye nincsen egy rendező ország, vagy két rendező ország, rendező városok vannak, a mostani tudásunk alapján ugye 12 városnak, amiben vannak fővárosok is, és hogy hatalmas stadionjai adnak teret, erre mi pályáztunk, és ez is egy komoly siker volt, hogy a mostanra már átadott Puskás Aréna, az említett szuperkupa után ugye ez lesz a következő nagy debütálása, ugye 3 csoportmérkőzéssel, illetve utána még plusz egy mérkőzéssel, ami valóban, ugye itt nem evidens most, hogy a rendező országnak, rendező város mögötti ország válogatotta kijutta, tehát végig kell csinálni a selejtezőket, és ki kell érdemelni ezt a kijutást, de nagyon fontos innováció a nemzetek válogatottjának a ligája, tehát hogy egy másik lehetősége a kijutásra. Mi ezen az ágon vagyunk most még versenyben, és áll előttünk annak a lehetősége. Az UEFA ugyanúgy gondolkodik, mint a BL-ben, hogy már az elindulásnál komoly sikerdíjakat oszt vissza. Itt jelen esetben ugye a válogatottnak a jogtulajdonosa az maga a hazai sportági szakszövetség, tehát az MLS felé, amely MLS szintén dönthet róla, hogy a labdarúgó válogatottban résztvevő labdarúgókat, a teljesítményüket hogyan ismeri el. Ahogyan ezt elismertük a klubnál, hogy ez helyes, helyén való, hogy azokat fizessük meg, akik a sikernek a leteményesei. Én ugyanúgy gondolom, hogy ez helyes a labdarúgó válogatott esetében is. Nos, én azt kívánom egyébként, hogy jövőre, ha ugyanerről fogunk beszélgetni, mármint nem az EB-ről, akkor egy kicsit essék szó az EB sikereinkről, és arról, hogy miként készül a Vidi a BL csoportkörben. Legyen így, igazán ez akkor lett volna az idejévünk, el kell mondani, szerintem valódi, hogyha azt mondhatnánk, hogy 2 magyar csapat van csoportkörben, ez pedig ugye nem más, mint a MOL Fehérvár. Jó, legyen így jövőre, és fordítva. Köszönöm szépen, Krisztina. Kedves nézőink, András Krisztinával arról beszélgettünk, hogy mi mindent jelentett a BL csoportkörbe jutás a Ferencváros számára, és mit várhatunk a magyar labdarúgó válogatottól a november 12-i sorsdöntő Izland elleni mérkőzéstől. Győzelmet és győzelmeket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!